Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió plusz 29 térségi magazin műsorának november 4-i adását látják. Antal Beáta vagyok. A Pest megyei labdarúgó bajnokság első osztályában a 19. fordulót rendezték meg a hétvégén. A vecsési labdarúgók Tura csapatát látták vendégül. Az első félidőt a vecsésiek rögtön két sárga lappal kezdték, gólt azonban egyik csapatnak sem sikerült szereznie 45 perc alatt. A második játékrész első 8 percében Kis Krisztián és Kollár Dániel góljai már a 2-0-as végeredményt állították be. Újabb győzelmével a vecsés 4 pontra növelte előnyét a második helyen álló Gödöllővel szemben. A másodosztály déli csoportjában Táborfalva gyáron lépett pályára. A mérkőzés 4. percében a hazai csapat szerzett vezetést. Az első félidőben még 2 gólt szerzett a gyár, így a félidőben magabiztos 3-0-as eredménnyel mehetett pihenni. A második játékrész 63. percében sikerült a vendégeknek is gólt lőni, a 4-1-es gyáli győzelmet jelentő gólt Weibel Viktor szerezte a 69. percben. Az első osztályú U16-os bajnokság 9. fordulójában a Ferihegy Vecsés Veresegyházzal mérkőzött meg idegenben. A találkozó első percében szerezte meg a vezetést a Vecsés. A második 45 percben már csak a Vecsés szerzett 2 gólt. A mérkőzés tehát 6-2-re nyerte a Vecsés. A mérkőzés legeredményesebb játékosa 3 gólt szerző Lénárt Olivér volt. A férfi kézilabda Magyar Kupa 3. fordulójában a Vecsés Üllőn fogadta az első osztályban játszó Balatonfüred csapatát. A félidő végén a Füred már 2 góllal vezetett. A második játékrészben a játékvezetők 2 perces kiállításokat ítéltek a Vecsés ellen, amelyek a legtöbb esetben nem voltak indokoltak. A csapat egyhuzamban 8 percet játszott emberhátrányban, melyből másfél perc 2-es emberhátrányban volt. A Balatonfüred végül az utolsó pillanatokig nyílt mérkőzést nyert meg 28-27-re a Vecsés elleni bírói segédlettel. Megalakult a vecsési rockklub. Az új kezdeményezés többek között azért jött létre, hogy a régi rocklegendák szerelmesei a közös zenehallgatás mellett táncolhassanak, nosztalgiázhassanak, beszélgethessenek. A rockklubban első alkalommal a Dinosaurus Band adott elő régi slágereket. Kik álmodták meg ezt a klubot? Hát október elején megalakítottuk a vecsési rockklubot. Hozzá kell tennem, ez nem olyan fajta rockklub, mint a hagyományos rockklubok, meg ilyen nosztalgia klubok, hanem kimondottan a 60-as, 70-es években játszó zenekaroknak a zenéjével, és ezeknek a zenének a ápolásával alapult meg ez a klub. Szeretnénk, ha ezeket a zenéket fel tudnánk elevíteni, és a klub életén belül táncos rendezvényekkel tudnánk ide csalni az ide látogatókat és a nosztalgiázókat. A klubnak másik célja, hogy egy hónapban egyszer lenne egy ilyen klub foglalkozás, ahol olyan vendégeket hívnánk meg, akik nagyon sokat tettek a magyar rockzenéért, tehát nem csak a vecsés rockzenéért, hanem az ország rockzenéért. Vele lenne egy ilyen 15-20 perces beszélgetés, majd esetleg, ha ő esetleg szeretne előadni egy produkciót, akkor lehet módja. És utána meg egy táncos rendezvény lenne, amivel ugyanis felévítenünk a régi 60-70-es évek zenéjét. Tehát a Beatles, Rolling Stones, Shadows és azokat a hangulatos zenéket, amiket annak idején mi is táncoltunk. Miért is jött létre ez a rockklub? A 60-as, 70-es években Vecsésen nagyon sok rockzenekar működött, sokan nem tudják, tehát mondhatnánk, hogy ez is egy hagyomány Vecsésnek, tehát egy színfoltja volt. Ha belegondolok, a Sinus együttes, a Serpentine együttes, a Gogi 73, a Dinosaurus Band, a Glatz együttes, tehát nyelves zenekarok működtek abban az időben, és egyszerre zenéltek a művelési házba, az akkori pártházba, a szabadtéri színpadon, és mindenhol telt ház volt, és az oda látogató közönség nagy örömére. Na, ezeket a hangotot szeretnénk visszahozni, és ezeket a dolgokat szeretnénk ápolni. Én úgy érzem, hogy elérkezett az az időszak, amikor az a generáció felnőtt, és
valami igény merül fel ennek a klubnak a létrehozásával, és ezért is többen megkerestek engem is személy szerint, és a kollégáimat is. Mondhatnám azt, hogy kollégák, hisz a vezetőségi tagból olyan emberek vannak, akik sokat tettek a vecsési rockzenéért, zenészek, költők, írók, szövegírók, politikusok, és nekik köszönhetjük, hogy létrejött ez a klub. Szeretném, ha minél többen csatlakoznának ehhez a klubhoz. Ahogy így felvázolta, hogy nem a mai rockzenét játsszák elsősorban majd ebben a klubban, ez azt is egy kicsit előrevetíti, hogy itt nem feltétlenül a 10-20 éves korosztály fog majd megmutatkozni, vagy éppen táncolni, bár természetesen az sem kizárt, hogy ők is oda mennek, hanem inkább elsősorban az örök ifjú, régi rockereket szólítanák meg. Hát én régóta muzsikálok, tehát több mint 40 éve ezen a pályán vagyok, mint amatőrként zenélek, és hát több zenekarban is megfordultam, és több zenekarom is van jelen pillanatban. Nagyon sok zenész kollégával, és nagyon sok rajongóval idézőjelben találkozok, és úgy veszem észre, hogy nincsen korosztály. Tehát a rockzenében nincsen korosztály, a picitől kezdve, az óvodásoktól kezdve egészen a felnőtt korig. Mondok egy példát, valaminek dolgoztam egyik vidéken, és egyik oldalba mentem forgatni, és egy kisgyerek mondta: Nini, itt a Dino bácsi. Tehát nem azért, mert Dino vagyok, hanem azért, mert az egyik zenekarnak a neve Dinosaurus Band. Tehát ő is látta, és én beszélgettem az óvodás kisgyerekkel, és neki tetszik ez a zene. Tehát nem csak a kupikék, törpikék, hanem a rockzenét is hallgatja az óvodást. Tehát én úgy gondolom, hogy most nem óvodásnak kell jönni erre a klubba, de nagyon sok fiatal szereti a jó rockzenét, a dallamos rockzenét. Ez egy másfajta műfaj, minden korosztálynak szól. Tehát nincsen kizárólag, hogy most csak azok a fajta rockzenészek mennek, akik a régi idők zenét hallgatták, mert azért vannak különbségek a stílusokban, tehát a mai világban másfajta stílusú rockzene van, de a kimondott hagyományos alapok, ahonnan indultak a gyökerek, azok fognak megszólalni ezekben a klubokban. Időben hol húzták meg a határt? Tehát gondolom az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as, esetleg 90-es évek rockzenéit játsszák majd. Ki az utolsó, akit még úgy gondolja, hogy majd bevesznek a repertoárba? Ha belegondolok, én azért a magyar zenekarokról is beszéltem, nem csak külföldi zenekarokról van itt én szó, tehát a 80-as évek közepéig visszamenőleg. Tehát én úgy gondolom, az a 80-as éveknek a közepe az a határvonal, ahonnan már én nem beszélnék igazán rockzenéről. Van rockzene, nyilvánvaló, de azok a fajta alapok, azok a 80-as évek mentek. De onnan is vannak nyilván olyan rockzenekarok, ami csodálatos, meg fantasztikus zenéket alkotnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a 80-as évekig játszó, hallható zenéket szeretnénk játszani ebbe a klubba. Nagyon sok bírát ért minket, hogy megint a fiatalok kimaradnak, nem maradnak ki. Meghívunk olyan fiatal zenekarok, akik azokat a zenéket játszik, vagy olyan stílusú saját számuk van, akik ilyen hasonló zenéket játszanak, egy-két számra be tudnak mutatkozni. De nem szeretnénk hagyományos rockklubot csinálni, tehát nem ez a cél. Mi szeretnénk egy nosztalgiaklubot létrehozni, ez a célunk is, ezt beszéltük meg a vezetőségi tagokkal, és ezt is beszéltünk meg azok az emberekkel, akik szeretnének csatlakozni a klubhoz. Szeretnék egy tagsági könyvet kiadni. Nagyon fontos ez a tagsági könyv, hogy ezen belül olyan rendezvények, ami esetleg fizetős rendezvények netán lennének máshol, tehát nem a klub, a klub az ingyenes. Tehát hozzá kell tennem, hogy szeretnék ingyenessé tenni ezt a klubot, de bármilyen rendezvényre be tudjanak esetleg menni. Várhatóan akkor a Bálint Ágnes Kulturális Központban lenne majd a klub székhelye a tervek szerint. Hogyan lehet csatlakozni a klubhoz? Most nem volt meghirdetve, tehát elvileg idézőjelben csak a közösség oldalakon hirdettük meg, de így is számos ember eljött, és nagyon örvendetes volt, hogy olyan emberek jöttek be, akik annak idején a 60-as, 70-es években, amikor mi muzsikáltuk itt Vecsésen, ott voltak. Hát mondhatnám azt, hogy itt volt a Fogarasi Garas. A Vecsésért nagyon ismerik őt. Ő sem mai fiatal csirke, vagy fiú, mondhatnám így, de ott volt a hippis, aki annak idején itt Vecsésen kezdte a pályafutását, és az egész világot bejárta, és neves zenekaroknak a technikusaként járja még ma is a világot. Tehát nagyon sokan régi ismerős eljött erre az alakuló ülésünkre. Én köszönöm nekik, hogy megtiszteltek minket, mi
nagyon örültünk, hogy eljöttek, és a továbbiakban nyilvánvaló tájékoztatni fogjuk magát a lakosságot, meg azokat, akik érdeklődnek a klub iránt majd. Terveink szerint legközelebb jövő hónap utolsó péntekén szeretnénk egy olyan csak ilyen klubnapot rendezni, ahol két zenekar fog már megszólalni. Úgy néz ki, lesz egy vendég is, egy meglepetés vendég, aki elején majd fog beszélni egy-két régi sztorikról, élményekről a rockvilágból. A halál mindig váratlan. Senki sem számít rá, soha nem állunk készen. Az idő soha nem a megfelelő. Amikor elérkezik a pillanat, még nem végeztünk mindazzal, amit elterveztünk. A következő percekben egy olyan hölgyet mutatunk be, aki polgári búcsúztatóként vesz részt a gyászszertartásokon. Gólyér Zsuzsát ismerhetik meg. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési Magazint látják. Névje című rovatunk ezúttal rendhagyó lesz, hiszen itt állunk a temetőben, a ravatalozónál. Beszélgető partnerem pedig Gólyér Zsuzsanna, aki polgári búcsúztatókat szokott mondani gyászszertartásokon. Üdvözlöm. Én is üdvözlöm, Krisztina. Meghitt a helyszín, de ez az Ön munkahelye, hogy így mondjam, nem csak a Vecsési temető, hanem a környező településeké is. Mi konkrétan az Ön választott feladata? Nagyon köszönöm a kérdést, és elsősorban azt, hogy nem munkát mondott, hanem feladatot, mert a polgári búcsúztatás valóban az nem megélhetési forrás, elsősorban nem munka, még csak nem is hivatás, hanem egy életfeladat. Konkrétan annyiban tér el a hagyományos és megszokott egyházi szertartásoktól, hogy egy igény hívta létre életre, amely abból táplálkozott, hogy minél személyesebb és személyre szabottabb legyen a végső búcsúzás. Tehát, hogy a végtisztesség tisztesség legyen, sok ember számára ez összekapcsolódik azzal, hogy több mindent megtudjunk az elhunytról, az ő hozzátartozójukról. Az egy bevett szokás, főleg ugye, hogyha vallásos volt, vagy a család, vagy a maga az elhunyt, hogy egy lelkész, egy lelkipásztor mondja ezt a beszédet, és ő is von bele természetszerűleg személyes momentumokat. Az Ön feladata miben más, akár a felkészülés, akár a szövegezés terén? Abban, hogy nem költ és nem szabályoz az egyházi liturgia, nincsenek kötelmek. Természetesen vannak kötelmek, amelyeket a család, a gyászoló család állít fel, és én azokhoz igyekszem alkalmazkodni. Itt teljes egészében az elhunytról van szó, és azokról a dolgokról, amelyeket a családja vele kapcsolatban hallani szeretne, az utolsó szó vagyok közöttük és a hozzátartozójuk között. Hány éve ez az Ön feladata? Több mint 20 éve. Ezzel foglalkozom. Fiatal lány lehetett, amikor elkezdte. Milyen indítatásból lesz valaki ilyen szomorú feladat hordozója? Én azt gondolom, hogy mindig, ha az ember a helyén van az életben, akkor a feladat választ bennünket, és nem feltétlenül mi választjuk a feladatot. Kellett hozzá egyfajta képesség talán, csak nem szeretnék szerénytelennek látszani, tehát az, hogy ne féljünk emberek előtt megszólalni, ne féljünk egy ilyen különleges és speciális élethelyzetben velük kapcsolatot teremteni, mert ez egy nagyon nehéz dolog. És az motivált, az vezérelt mindvégig, hogy az ő elképzeléseiknek megfelelően tudjanak elbúcsúzni a hozzátartozójuktól. Tehát én ezt tartottam egy nagyon fontos szempontnak, és ennek rendeltem alá a feladataim végzését, az életemet. De mégiscsak egy fiatal 20 éves lány volt, aki lehetett volna akár lakberendező, fodrász, kozmetikus, külkereskedő, bármi, még sorolhatnánk az úgymond divatos szakmákat. Az, hogy valaki polgári búcsúztató legyen, az nem gondolom, hogy gyerekkori álom. Tehát volt esetleg valamilyen olyan élménye, ami ezt az egészet elindította? Nem konkrét élmény volt az, ami ide vezetett. Mindig is vonzott az irodalom, mindig is foglalkoztam ezzel. Tehát ahhoz, hogy valaki a polgári búcsúztatással foglalkozzon, kell egyfajta folyamatos önképzés, amihez hozzátartozik, hogy nem elég három könyvet elolvasni, amiből az utolsó a Kincskereső kisködben volt 5. osztályban, hanem ez egy állandó irodalom felé fordulást jelent. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy maga a búcsú beszéd idézetek láncolata, és nincsenek benne önálló gondolatok, vagy bármi hasonló, de bizony fontos és számít, hogy valakinek milyen a szókincse, hogy hogyan fogalmaz, hogy hogyan tudja mondatokká formálni azokat az érzéseket, amit egy gyászoló hozzátartozó ebben a speciális helyzetben esetleg nem tud, vagy nem szeretne megtenni. Tehát mindig közel voltam ehhez, esküvőkön szavaltam,
És annak idején az irodalom tanárom mutatott rá először arra, hogy talán ezzel kellene foglalkoznom, akkor még komolyan sem vettem. De aztán mindig erre felé terelt az élet. És aztán meg kell értenünk azt, hogyha ott a feladatunk, ahová szólítanak bennünket. Én azt gondolom, hogy a helyemen vagyok. Ez a lényeg. Nyilván mondjuk az esküvőkön való versmondás az egy vidámabb történet lehetett. Hogyan emlékszik vissza az első polgári búcsúztatójára? Hogyan zajlott maga a felkérés? Nyilván ez az első élmény, ez örökre nyomot hagyott, és hát meghatározta azt, hogy ez már ugye 20 éve tart. Igen, azt tudom mondani, hogy nem csak az elsőre emlékszem, hanem ha nagyon mélyre nyúlok valahová az agyam hátsó kis részeiben, akkor szerintem mindegyikre. Az első azért volt meghatározó, mert ott próbáltam meg magamat. Tehát ott szembesültem azzal, hogy mi mindent jelent ez egy gyászoló család számára. Egy idős bácsit kellett utolsó útjára kísérnem, és akkor szembesültem azzal is, hogy bárhány éves az, aki hozzánk tartozott, ha 90 elmúlt, akkor is ugyanolyan fontos nekünk, mert akit szeret az ember, annak az életéből 100 év is kevés. Tényleg meghatározó élmény volt, és soha nem fogom elfelejteni, ahogyan a családját sem. Talán nagyon morbid ez a kérdés, de fel kell tennem ön azokat az embereket, akikről beszél, akiket bemutat, akitől a család nevében elbúcsúzik, halála után ismeri meg őket, ugye a család szemüvege és szíve révén. Hogyan zajlik maga ez a felkészülés? Tehát kap ön egy megbízást, és akkor nyilván egy gyászoló családdal önnek beszélnie kell, beszéltetnie kell őket, és valahol egy kicsit irányítani is. Igazán arra törekszem, hogy az ő otthonukban, az ő számukra kedvező körülmények között keressen fel őket, vagy egy általuk választott helyszínen. Természetesen ezt nem mindenki szeretné, akkor nyilvánvalóan van arra lehetőség, és volt is mindig, hogy akár telefonon, akár bármilyen más módon egyeztessünk, de talán a legjobb és a legmegfelelőbb módja ennek azt, hogyha mi személyesen leülünk, és mindent megbeszélünk, ami az elhunytal kapcsolatos, amit ők szeretnének. Nagyon jól fogalmazott, hogy a család szemüvegén keresztül ismerem meg őt. Egyszer fel is tették azt a kérdést nekem, hogy ha én konkrétan tudom, hogy az elhunyt viselt dolgai esetleg nem túl szép dolgok, akkor én mit teszek? És én természetesen azt teszem, amit a családja kér és mond. Tehát abszolút az igényeikhez igyekszem alkalmazkodni. Természetesen kell terelni, kell irányítani, és kell tudni kérdezni ahhoz, hogy ez hatékony és tényleg egy megfelelő dolog legyen, hogy aki eljön arra az adott temetésre vagy búcsúztatásra, az úgy érezze, ha nem is ismerte az elhunytat, hogy kicsit jobban megismerhette őt, és én is magam is erre törekszem. Adódott-e olyan szituáció, amikor valamilyen oknál fogva mégis nemet mondott, vagy nemet kellett, hogy mondjon? Nem. Megfogadtam, amikor elkezdtem, hogy senkit sem fogok elutasítani. Akkor sem, hogyha nekem az bármilyen személyes élethelyzetem, vagy bármi miatt kellemetlen, vagy kényelmetlen, vagy nehéz, én nem mondtam nemet senkinek. Miből lehet motivációt szerezni, inspirációt szerezni, illetve lelki erőt, mert ugye az ember úgy szereti a munkáját végezni, a hivatását vagy a feladatát, ahogy ön fogalmaz, hogyha van benne valahol egy folyamatos feltöltődés vagy sikerélmény. De hát az ön esetében milyen esetben beszélhetünk sikerélményről, feltöltődésről, hiszen a gyász állapotában általában az érintettek, és mondhatni azt, hogy az esetek 100%-ában nem éppen olyan lelki állapotban vannak, amiből ön esetleg erőt meríthet. Nagyon nehéz töltődni és erőt meríteni, de amikor úgy érzem, hogy nagyon nehéz, akkor arra szoktam gondolni, hogy nem nekem a legnehezebb abban az adott helyzetben. Tehát szem előtt tartom, hogy nekik milyen érzés ez az egész. És végtelenül megtisztelő és egy megható dolog az, hogy valaki egy ilyen súlyú feladatot rám bíz. Tehát ez egy abszolút megismételhetetlen, visszahozhatatlan alkalom. És hogyha valaki úgy gondolja, hogy én arra méltó vagyok, hogy ebben tudjak segíteni, akkor mindent megteszek, hogy a bizalmára rászolgáljak. Ez felemeli az embert. Tehát nem a nehézségét érzi, hanem a szépségét. És igen, nyilvánvalóan nem úgy van sikerélmény benne, ahogyan egy színpadi adás végén tapsolnak, vagy bármi hasonló, de rengetegszer megköszönik nekem azt, hogy
hogy méltó volt az elhunyt emlékéhez maga a szertartás, a búcsúztatás, és ez nekem egy fantasztikusan nagy dolog. Én azt érzem, hogy minden nap kiteljesítem az életemet, azt csinálom, amit szeretek, és ezzel ráadásul segíteni tudok másoknak. Rendkívül önfeláldozó lehet, legalábbis az alapján, amit így elmond, hiszen az emberek általában nem szeretnek temetésre menni, pláne nem választanak olyan hivatást civilként, tehát nem egyházi végzettsége van, ami ehhez kötődik. Mégis minden nap, vagy legalábbis a hét nagy részén öntemetőben van, és szomorú embereket lát. Most többféleképpen megfogalmazhatnám a kérdést, de miért csinálja? Mert szeretem az embereket, és akkor is, ha néha nem értem őket, akkor is szeretem őket, és mert azt gondolom, hogy az, hogy kinek a keze között születünk a világra, és ki kísér az utolsó útunkon, ez nagyon fontos dolog. És aki elment, ő már nem tudja elmondani, hogy más szeretne, hogy szeretné, és az én feladatom az, hogy a szeretteivel karöltve együtt kitaláljam, hogy ő vajon hogy gondolta, mint gondolta, amikor ez sikerül, és érezni szoktam, hogy sikerül, akkor az egy fantasztikus dolog. Nem vagyok egyébként önfeláldozó, tehát nem vagyok sem mártír típus, sem egy egyszerű ember vagyok, minden gyarlóságommal együtt is, viszont azt gondolom, hogy nem is, ezt nem érzi egy idő után az ember áldozatnak, vagy önfeláldozásnak, hanem ilyen megtiszteltetésnek. Nagyon nehéz lehet a hozzátartozóknak is egyetlen egy beszédbe belesűríteni egy ember életét, a jó cselekedeteit, az esetleges hibáit, de azt, hogy ő tanult belőlük. Továbbítani információkat. Általában hány perc áll rendelkezésre egy ilyen beszéd elmondásához, és milyen információkra van szüksége? Abszolút képlékeny dolog. Tehát meghatározza a helyszín, meghatározza az adott temető, hiszen a budapesti temetőkben sokkal kevesebb idő áll rendelkezésre, mint vidéken, ahol egészen rugalmasan kezelik ezeket az elképzeléseket a család részéről. Nagyon nehéz, sőt, szinte lehetetlen, mert ha belegondolunk, egy ember életét órákban sem lehetne visszaadni, könyvet lehetne írni mindenkiről, mert minden sors egy regény. De mindig jelzem azt a családok felé, hogy nem egy adathalmazt kérünk. Tehát nem arra van szükség, hogy egy önéletrajzot írjunk meg, és nem arra, hogy egy állásinterjúra készüljünk föl. Nem annyira a tólig időtartamok és évszámok számítanak, hanem az ember maga. És aztán ebben mindenki azt tesz bele, és azt szeretne hallani, ami számára igazán fontos volt. Nagyon nehéz. Általában egy fél órás az az időtartam, amiben muszáj volna ezt összefoglalni, és ezt a fél órát nem véletlen mondom, hanem mert a tapasztalataim alapján az ember szíve úgy védekezik egy idő után, hogy becsuk a füle. Tehát ennél messzebbre nyúló időtartamban én bármit mondok, szinte felfoghatatlan és megérthetetlen, meghallhatatlan, mert már nem bírják érzelmileg tovább. És ön hogy bírja érzelmileg? Hiszen nyilván empátiával át kell élni azt, amit elmondanak a hozzátartozók, amikor ezt a beszédet elmondja, akkor az ön hangulatának is bele kell, hogy illeszkedjen abba az adott szomorú közegbe, de ugyanakkor önnek is védenie kell a saját szívét, illetve azt is, hogy az éjszakái úgy teljenek, hogy a saját maga életével tudjon foglalkozni, a saját maga álmait tudja álmodni. Nem mondom azt, hogy könnyű. De valóban így van, tehát az embernek töltekeznie kell, kit a természet tölt fel, kit a zenehallgatás, az irodalom, a kulturális élmények, engem minden zanzásítva körülbelül, tehát mindig érzem azt, hogy kicsit több időt kellene erre a részére fordítani, de erre jelenleg nincs annyi lehetőségem, hogy önmagamra kiszakítsak több időt, vagy nincs rá módom. Persze próbálkozom folyamatosan, nincsenek nyugtalan éjszakáim. Tehát, mint mondtam, én azt csinálom, amit szeretek, amiért élek. Meg sem fordult a fejembe, hogy mással foglalkozzam, és mivel minden egyes temetésen vagy búcsúztatáson, minden szertartáson saját magamat teljesítem ki, abszolút úgy érzem, hogy ez így van jól. Családja mit szól mindenhez? Támogatnak engem mindenben, köszönöm a kérdést. Mindenben támogatnak, és én hálás is vagyok ezért nagyon, mert nyilván nem könnyű velem együtt élni, és az én foglalkozásomat tolerálni, és akiket még szeretnék kiemelni, azok feltétlenül a munkatársaim. Tehát ez mindig egyfajta csapatmunka, bár ugyanúgy, ahogyan egy együttesben az énekes van a középpontban, és a reflektor rá irányul, ugyanúgy itt rám irányul adott szertartáson, de azért rengetegen vannak, akik
akik ott vannak és ebben engem segítenek. Tehát itt abszolút a vállalkozók, a temetőben dolgozó, a munkatársak, a kolléganők az irodákon, a gondnokok, sorolhatnám hosszan, és én nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm nekik. Arról már beszéltünk, hogy hogyan zajlott az első búcsúztatás, és hogy mennyire lehet az embernek közel engedni a szívéhez azokat, akiktől búcsúzik. De úgy tudom, hogy az elmúlt időben a lehető legnagyobb érintettsége volt. Igen, így van, mert egy hosszú, súlyos betegség után elveszítettem az édesanyámat. Édesapám már több mint 20 éve nem él, nincs közöttünk, és egy hónapja temettük el, kísértük utolsó útjára őt. Ő mondta a beszédet? Igen, az ő kérése volt, és én ezt tiszteletben tartottam, de nem is tudtam volna elképzelni, hogy más köszönjön el tőle. Csoda, hogy meg tudott szólalni szerintem. Az amerikai filmekben látni leginkább, hogy hozzátartozók mondják a szöveget, és ez a magyarok számára, akik általában a közszereplés nem igazán szívesen vállalják, talán egy kicsit furcsa, de külföldön ez bevett szokás. Szerintem nem is, nem azért, mert a közszereplés nem szívesen vállalják, nyilván ez is hozzátartozik, de szerintem a mi kultúrkörünkben nem alakult ki ez. Tehát ha az amerikai filmeken vagy könyvekben erről olvasunk, vagy látunk, vagy esetleg személyesen megtapasztaljuk, akkor látjuk azt, hogy ott egy búcsúztatás hangulat is más. Tehát nem azt mondom, hogy kacagva, dalolva és boldogan, de ott talán másabb elképzelések vannak, és másabb stílus. Ott könnyebb kiállni, elmondani, itt sokkal nehezebb a hozzátartozóknak. Nekem sem volt, nekem nagyon nehéz volt, de ennek így kellett lennie, és én ehhez alkalmazkodtam, és tiszteletben tartottam, hogy ő mit szeretett volna. Volt olyan megbízatása, amikor a magyar hagyományoktól eltérően, ugye amikor a temetés az egyenlő a szomorúsággal, gyásszal, és inkább az ázsiai kultúrákban van az, hogy jövőben mutatóan állnak a témához, tehát a találkozunk még, találkozunk egy másik életben, hozzáállással találkozott? Igen, egyre több ilyen megbízás van, egyre többen gondolják azt, hogy ennek nem feltétlenül kell kizárólag a könnyekről szólnia. Én magam ezt támogatom egyébként, tehát azt gondolom, hogy mindenki hitének adjunk teret, minden lehetőségnek, ami a vigasztalásban egy kis segítséget adhat a családoknak, és voltak már ennek külsődleges megnyilvánulásai is, tehát volt olyan, hogy az elhunyt tisztában volt azzal, hogy hamarosan végleg elengedi a kezünket, mert nem tudja tovább fogni. És azt kérte a hozzátartozóitól, hogy ne menjenek feketébe, de senki ne menjen fekete ruhába a temetésére, hanem fehérben legyenek. Hát Japánban mondjuk ez a nemzeti gyászszín. És abszolút alkalmazkodott mindenki ehhez. Egy fiatal lányról volt szó, 35 éves volt, és tele volt a temető fehér ruhás emberekkel, nagyon szívszorító volt, annak ellenére, hogy nem a hagyományos, megszokott fekete színek, és természetesen találkoztam olyan igénnyel, hogy szilveszter napján kell elköszönnünk tőle, az ő kérésére volt, aki önmaga összeállította a zenei anyagot a saját temetésére, hihetetlen lelkierő volt szükséges ehhez, de meg tudta tenni. És itt sem nyilvánvalóan nem arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a fekete, a gyász, a komorság, hanem hogy ő így szerette volna, és ha valakinek az élete a miénk, akkor halála után, ha lehetséges, történjen úgy, ahogy ő szerette volna. Ön leginkább az elmúlással találkozik a munkája folyamán, de mint üzen nekünk, még élőknek, hogy hogyan álljunk a halál kérdéséhez, ehhez a témához? Nyilván ennek számos aspektusa van, neveltetés, vallás, szokás, hagyomány, nemzetiség, stb. De mégis tudna esetleg egy olyan arszpoetikát mondani, amivel összefoglalja azt, hogy miről szól az élet, és miről majdan a halál? Aki bármilyen szempontból is közel van a halálhoz, az nagyon jól tudja azt, hogy mit jelent az élet. Tehát, ahogy a Szókratész annak idején ezt kifejtette, az élet értékét a végessége adja az, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Ezzel nyilván lehet vitatkozni, vannak hitnézetek, amelyek teljesen más gondolnak, de én úgy gondolom, hogy ha az elmúlást, a halált az ember megpróbálja természetesnek tekinteni, ha megpróbál tudomásul venni valamit, ami elfogadhatatlan, ha megpróbál megbékélni vele, és tudomásul veszi, hogy egyszer
ő is szembe találkozik majd ezzel a ténnyel, hogy szeretteit is elveszíti, akkor talán jobban fogja értékelni az életét, és minden egyes napját más tartalommal tölti meg. Köszönjük figyelmüket! Önök a Williams Televízió Plus 29 térségi magazin műsor november 4-ei adását látták. Új adással november 11-én, pénteken 19 órakor jelentkezünk. Az ismétléseket pedig megtekinthetik minden nap 1 órakor, délben, valamint 20 órakor. Műsoraink már az interneten is láthatók a www.williams.hu weboldalon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!